Folytatódott a Vörös Márti Társaság megemlékezés sorozata. Pénteken este az Irodalmi Társaság Kossuth utcai otthonában a Magyar Léra 20. századi klasszikusa, városunk díszpolgára, Takács Imre József Attila díjas költő életművét idézték meg, dallal, verssel, nagyívű gondolatokkal. Korosztályának és annak a korosztálynak, annak a nemzedéknek, amelyiknek ő tagja volt, az egyik legkülönösebb és az egyik legértékesebb képviselője Takács Imre. Magával hozta Rába Sömjén sok-sok szépségét és nyomorúságát is, aztán a fehérvári élményeket, és természetesen hát a budapesti életének az élményeit és az ebből született verseket, írásokat. Az est megerősítést jelentett a költészet barátainak is, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy az a stílus és forma, amit Takács Imre képviselt, és az, hogy a jelenben is az őszinteség költői között tartják számon, ami a diktatúra idején megélt sorsrontó időkben komoly küzdelmet jelentett, arra a ma embere is büszke lehet. Nekünk itt fehérváriaknak azt hiszem, hogy az ő személyisége különösen sokat jelentett, nem csak költőként, nem csak mint költő, hanem mint ennek a városnak a rendkívül színes egyénisége, akiről hát azt hiszem, hogy muszáj megemlékeznünk. Takács Imre életművének megidézése kiemelten fontos a mában, hogy eljussunk a valósághoz, mert ahogy ő annak idején megfogalmazta, csak a féle megemelt önéletírás, amit a verselén művelek. Érettkori verseim zsúfoltak a példázatokkal ugyan, és ezáltal tükörképei a kor valóságának eképpen is, de csak egy-egy emelkedik föl egészében alkotott példázattá.